Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket! Programajánlónkból kiderül, hogy milyen programokat szerveznek a közeljövőben, városunkban és a környező településeken. A Tamási Áron Amatőr Színjátszókör 2013. november 15-én 18 órakor a Vokel Bacsányi János Művelődési és Oktatási Központban Molnár Ferenc Lilium című színdarabját mutatja be. Győzhet-e a tiszta szerelem? Egymásra találhat-e két otthontalan, jobb sorsra érdemes fiatal a ligeti éjszakában? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ, azaz édes bús történet, amely nem csak a környezetével, a világgal, de egymással is dacoló, a szerelmet kimutatni nem tudó két embert úgy mutatja be, hogy miközben a büszkeség, a szemérmesség mögé rejtik igazi érzéseiket, a szívük zokog. Az ölelésre, védelemre teremtett férfikész pedig ütésre lendül. Színházjegyek 1000 forintos áron vásárolhatók a Vokéban munkanapokon 8 órától 16 óráig. November 16-án kerül sor a 19. egészség és aerobik napra, valamint a 16. babaruha és gyermekholmi bőrzére a tapolcai Csermák József rendezvénycsarnokban. A változatos programokat és szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe, részletes órarend a www.tapolca.hu és a www.tapolcacsarnok.hu oldalon olvasható. Újra a Duma Színház Tapolcán. November 21-én csütörtökön 19 órai kezdettel a Tamási Áron Művelési Központban a közönséget szórakoztatja Kis Ádám és Mogács Dániel. Belépőjegy 2500 forintos áron kapható a helyszínen és a dumaszínház.jegy.hu oldalon. A Tapolcai Musical Színpad bemutatja Légy jó, mint haláli musical Miklós Tibor emlékére. Úgy tűnik, a jóság esélytelen, talán világunk keserűségei földdel borították. Próbáljuk meg összetört arcát megtörölgetni, még fénylik. Zuzmarás hidegben nehezen találjuk a közös kezdőhangot, pedig a bensünkben élő hang sohasem hamis. Az adventi várakozásban a remek mű musical változatának fájdalmas aktualitását a nemrég elhunyt szövegíróra való emlékezés adja, hiszen az eredeti történetet annyi gyerekhumorral, szeretettel dolgozta fel, hogy sírás és kacagás váltakozik a műben. 9-től a 100 évesig, azaz bárki számára utat talál szívhez, lélekhez. Jegyek az előadás helyszínén a Tamási Áron Művelési Központban kaphatóak 1000 forintos áron. Az előadások időpontja december 6-a péntek 19 óra, december 9-e hétfő béletes előadás 19 óra, és december 10-e kedd ugyancsak 19 óra. Varnuk Szavér koncertterem a Csigókastélyban Gyulakesziben következő előadására november 17-én 15 órakor kerül sor. Varnuk Szavér, jazz, Bach hangversenye, a magyar jazz élet legendás dívája, Falusi Marian, valamint a világhírű bőgős Barca Horváth József és a dobos csodagyerek Círják Tamás közreműködésével. Őrstől Tördemici közhírét étetik, és örvendünk, ha a hír messzibb vidékre is száll, hogy folyóév november havának 16. napján délután 2 órával a Badacsony-Tomai templom előtt megkezdődik a mártonnapi batyus vigasság. Készüljön a vidék aprilja nagyja, magányos kószája, családja és szimborasága. Lesz megint újbor áldása és boros hordó csapreverése, az újbor kóstolása, házi libazsíros kenyér és pogácsa, must, zenebona és sok meglepetés. A rendezvény ideje alatt a Fanyűvő Játékpark ügyességi játékait ingyenesen vehetik igénybe a gyerekek. Támogassuk a város óvodás gyermekeit. A helyszínen vásárt szervez a Pipitér óvoda szülői munkaközössége. A nyári ízek télire elnevezésű vásáron házias készítésű lekvárokat, dzsemeket, savanyúságot kínálnak a szorgos szülők. A program bevételével az óvodás gyermekeket támogatják. Ne gondolkozz, gyere! Minden gondod, bajod és más programot felejtsd el. A rendezvényhez várják tagjait és támogatóinak segítségét és felajánlásait a Badacsonyi Cél Turisztikai Egyesület. A Sümegi Kisfaludy Sándor Művelési Központ színházi évadjának első előadására november 23-án 18 órai kezdettel kerül sor, délután a legjobb, komédia két felvonásban parádés szereposztással. Harsányi Gábor, Nyelte Zsuzsa és Fodor Zsóka várja az érdeklődő közönséget. Remélem sikerült választani a felsorolt programok közül, viszontlátásra!